közérdekű nyugdíjas szövetkezeteket 2017. július 1-től lehet bejegyeztetni hazánkban. Jelenleg már több mint 114 szervezet alakult, ez is jelzi a nagymértékű érdeklődést. Ezek feladata, hogy segítse a kereslet és a kínálat találkozását. A cégek, illetve a nyugdíjasok is a szövetkezeteken keresztül találnak munkaadóra és munkavállalóra. Jelenleg kb. Több mint 80 nyugdíjas tagunk van ebben a pillanatban, illetve múlt héten pénteken kaptunk egy felkérést, ahova több száz nyugdíjas szeretne egy cég foglalkoztatni. Tehát igen, nagy a kereslet és a nyugdíjasok részéről is. A nyugdíjasoknak a betöltött munkától egészen a szakirányú feladatokig minden szegmensébe keresik a munkáltatók a munkavállalókat, tehát a nyugdíjasokat. Szeretnék a szabadságoltatást ezáltal megoldani, illetve a munkaerőhiányt csökkenteni a régi munkavállalójukkal, akik nyugdíjba mentek, és ők ismerik a feladatot, a cégnek a kultúráját, és azokat szeretnék elsősorban visszahívni, meg hívják vissza dolgozni. Az eddigi tapasztalatok alapján a nyugdíjasok legszívesebben napi 4-6 órában vállalnak munkát heti 3-5 napon. A bérezés legtöbb esetben a minimálbér fölött van a nyugdíjas munkavállalók esetében. Fizetésük 794 forint óránkénti alapbértől kezdődik, de több ezer forintra is nőhet. A tapasztalt idősebb munkavállalók szakmai tanácsokkal segíthetik a szakmai generációváltást. A pályakezdő fiatalok így munkaközben is tanulhatnak, de a munkavállalóknak is megéri visszatérni a munkaerőpiacra. A munkavállalónak azért éri meg visszamenni, mert nyugdíjas szövetkezeten keresztül akár heti 1-2 napot is vállalhat. Nem kötelező neki nyugdíjas munkaviszonyban minden nap dolgozni, mert lehet nem is szerette, vagy nem is bírná, de heti 1-2 napot tud vállalni. Illetve a nyugdíjasnál még az is fontos, hogy a béréből csak a 15% SZIA kerül levonásra, a többi járulék az nem kerül neki levonásra, tehát ezáltal többet is tud keresni. A nyíregyházi térségben a foglalkoztatás szempontjából a feldolgozóipar és a gyáripar az a két terület, ahol jelentős a munkaerőhiány, és nagy hasznát veszik majd a nyugdíjas munkavállalóknak.